bemutatkozott Dedecsik Ferenc. Éves polgárőr beszámoló. Országos foltvarró találkozó az MMK-ban. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Város Televízió híradóját látják. Bemutatkozó sajtótájékoztatót tartott a Független Kisgazdapárt helyi szervezete. Bemutatták országgyűlési képviselőjelöltjüket, Dedecsik Ferencet. A Független Kisgazdapárt helyi vezetője, országgyűlési képviselőjelöltje, Dedecsik Ferenc arról beszélt, hogy a párt teljesen megújult, megfiatalodott. Mind a 106 egyéni választókerületben indulnak az április 6-i választásokon. Ő a párt elnökének felkérésére idén januárban kezdte meg a helyi szervezet újjászervezését. Amikor az ország bajban volt, és itt most történelmileg egy századot ugrunk, tehát 20. század, 1920 Trianon, a Független Kisgazdapárt pártelődje segítette az országot Trianon után talpra állni. 1933 gazdasági válság. A Független Kisgazdapárt segített Magyarországon a válságot leküzdeni. 1945, a II. Világháború végén. Kis gazdakormány alakult, 3 év alatt felépítettük az országot. Ezt a jelmondatot később a kommunisták kölcsönvették. Pedig hát, ha megnézzük az akkori parlamenti összetételt, az ország lakosságának hitét, véleményét, bizony ott is a kis gazdajel szavak segítettek. 1990, rendszerváltozás. Ott is a kis gazdapárt volt domináns, hiszen az MDF tagságának jelentős része régi kisgazda volt. Továbbá az új alakult kisgazdapárt kormánytényező volt, és segítette a rendszerváltást. Hová akartam ebbe lejutni? Ennél jobb ajánló levél nem kell egy pártnak. A Dunaújvárosi táborállási polgárőrség megtartotta az éves beszámolóját az elvégzett feladatokról, és kiemelték a polgárőrök rendkívül eredményes teljesítményét. Kedves vendégek! Ismét azt jelenti ez a kis összejövetelünk, hogy túl vagyunk egy esztendőn. A több mint 20 éves múlttal rendelkező Dunaújvárosi táborállási polgárőrség megtartotta 2013-as évi beszámolóját. A kezdetben tapasztalatok nélküli polgárőrség azóta is működik, és lehetőségükhöz képest mindenhol jelen vannak, ahol szükség lehet rájuk. 1992. februárjában 72 fő táborállási kert tulajdonos és hétvégiász tulajdonos összejött az önkormányzati helyiségben, és az akkori állapotoknak megfelelően megnövekedett bűnözés miatt, illetve lopások, tolvajlások miatt döntöttek úgy, hogy védjük meg saját magunkat, és alakítsuk meg a táborállási polgárőrséget. A 2013-as esztendőben a polgárőrség az általuk végzett 3 fő feladatot, a közterületi bűnmegelőzést, a forgalomirányítást és a figyelőszolgálatot legjobb tudásuk szerint a legnagyobb odafigyeléssel és precizitással látták el. Idei esztendőben a polgárőreink kitettek magukért, a rendkívüli helyzet idején is mindig voltunk annyian, amennyi ember az adott feladat ellátásához szükséges. Bár gondjaink vannak, mert idősödik a csapat, és a 50%-a a létszámnak, az már nem tud aktív járőrszolgálatot ellátni, ezért a Szomszédok Egymásért mozgalom keretébe foglalkoztatjuk őket. A polgárőrség szeretné a csapatot bővíteni, ezért arra kéri azokat a fiatalokat, amennyiben kedvet éreznek a feladathoz, bátran jelentkezzenek bármelyik dunaújvárosi táborállási polgárőrtagnál. Ma délelőtt 11 órakor kísérték utolsó útjára városunk jegyzőjét, dr. Kukoreli Sándort. Rendkívül sokan látogattak ki szombat délelőtt a dunaújvárosi temetőbe, utolsó búcsút venni városunk néhai jegyzőjétől. Dunaújváros számos lakosa és városunk önkormányzata mély megrendüléssel gyászolja az 54 éves korában elhunyt dr. Kukoreli Sándor jegyzőurat, és osztozik felesége és hozzátartozói fájdalmában. Idén ünnepli fennállásának 40. évét a Munkásművelődési Központ. Ebből a jeles alkalomból számos rendezvénnyel tisztelegnek az elmúlt évtizedek előtt. A hétvégén a sorozat nyitányaként országos foltvarró találkozót rendeztek.
Az MMK-ban működő Dunafold műhely szervezésében országos foltvarró találkozónak adott otthont a 40 éves MMK. A rendezvénynek nagy hagyománya van már városunkban, az ország számos pontjáról érkeztek látogatók. A foltvarrás egy nagyon régi tevékenység, szabadidős tevékenység. Igazából nem annak indult, annak idején Amerikából eredeztették a történetét. Ugye amikor is apró fecnikből szükségleteket elégítettek ki azzal, hogy takarót vartak maguknak, különféle ruházati termékeket. Ebből mára már hobbi lett, és mint látható, elég sokan érdeklődnek is ez iránt, a hobbi iránt. Igazából ez egy nagyon kicsi rendezvényből nőtte ki magát, és mára már ennyien jövünk össze. Mindenféle újdonságot lelhetnek itt a kedves érdeklődők, és új technikákat tanulnak, ismerkednek, régi barátokkal találkoznak, és egyszerűen jól érzik magukat. A hosszú tél után, a bezártság után ez az első olyan rendezvény, ahol összejöhetünk, találkozhatunk, varhatunk egy jót, beszélgethetünk. Egyszerűen ez a technika összehozza az embereket, tehát barátságokat szül, és hosszantartó, évekig tartó barátságokat is akár. Foltvarrással nagyon sok minden elkészíthető, ez valójában ugye a varrásnak egy ága. Természetesen nem fecnikből dolgozunk ma már, hanem gyönyörű méter áruból, ami Amerikán keresztül, Németországon át, Japánból is behoznak nekünk a kereskedők. És mit is lehet varni foltvaros technikával? Nagyon sok mindent, ruházattól elkezdve, takarón keresztül, fali képek, dísztárgyak, táskák, nagy sláger a táska és az apró kiegészítők, illetve babát is végül is lehet, bár az egy kicsit már egy szélső ága a foltvarrásnak. Akit a foltvarrás komolyabban is érdekel, az az MMK-ban keddenként találkozhat a Dunafold műhellyel, illetve részt vehet a tanfolyamaikon is. Hazai pályán 3-2-re kikapott a Dabdokler a Brassó csapatától a MOL Liga csütörtöki játéknapján. A dunaújvárosiak vasárnap a Csíkszereda ellen javíthatnak. A rájátszásért küzdő Brassó ellen léptek hígre az Acélbikák. Stefálund együttese számára tét nélküli volt a csütörtöki találkozó. Ennek ellenére a hazaiak jól kezdték a mérkőzést, és számos lehetőséget kialakítottak a vendégek kapuja előtt, ám ezek közül egyiket sem sikerült gólra váltani. Az erdélyiek azonban első nagy helyzetüket kihasználva egy gólos előnybe kerültek. A második játékrészben felébredtek az Acélbikák. Rövid időn belül Pavuk és Lindgren is bevette a vendégek kapuját, így az utolsó harmadra hazai vezetéssel jöttek ki a csapatok. A zárófelvonásban mindent megtett a fordításért a Brassó, ennek meg is lett az eredménye. Előbb egyenlítettek a vendégek, az 53. percben pedig ismét az erdélyiek vezettek. Ezt követően az Acélbikák mindent egy lapra feltéve rohamozták az ellenfél kapuját, még Szevel a helyett is mezőnyjátékost küldtek be, de újabb gólt már nem sikerült szerezniük, így 3-2-es vereséget szenvedtek. Hát igen, mi is nagyon csalódottak vagyunk. Hát nem tudom, most a fejébe kéne rendet rakni elsősorban. Láttuk, hogy tudunk játszani a Volán ellen két mérkőzésen keresztül, majd kimentünk Romániába, és ennek a teljesen az ellenkezőt mutatta a csapat. Én is nagyon csalódott vagyok, mint a csapatnak a többi része. Egyszerűen a hullámzásokat kell kiegyenlíteni, és megpróbálni fenntartani ott a magasba a koncentrációt, a fizikumot, és minden egyes aspektusát a meccsnek. Vasárnap este 6-tól újabb mérkőzés vár Ladányiékra, akik ezúttal a rájátszásért harcoló Csíkszereda együttesét látják vendégül a dunaújvárosi jégcsarnokban. A győzelemhez mindenképpen pontosabb játékra lesz szüksége a hazaiaknak, tudja Somogyi Balázs is, az Acélbikák kiválósága. Hát szerintem, hogy ha mindenki oda teszi magát, és mindenki úgy megy fel, hogy tényleg ez egy rájátszással felérő mérkőzés, akkor úgy gondolom, hogy nem lehet gond, és muszáj megnyerni azt a meccset, mert ha esetleg a Csíkszeredát választjuk, akkor jobb úgy indulni, hogy az utolsó meccset elnök végül is megnyertük, ami most is jó lett volna. Azt gondolom, ugye nincs vesz semmi fel a fejjel, úgyhogy vasárnap meg kell mutatni. A dunaújvárosiak helyzetét nehezíti, hogy Galanis, Kalnins és hegyi szolgálataira továbbra sem számíthat Stefálund. A mérkőzés vasárnap este 6 óra akkor kezdődik a dunaújvárosi jégcsarnokban. A Siófok együttesét látja vendégül a dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt csapata a bajnokság 20. fordulójában. A mérkőzés február 23-án vasárnap 6 órakor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban.
A hétközi Veszprém elleni vereség azt jelentette a dunaújvárosiak számára, hogy nem jutottak be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Nem szabad a kupakudarcon keseregni, ugyanis vasárnap a bajnokságban folytatják szereplésüket Máté Fieszter tanítványai. Az NB1 20. fordulójában a tabella 7. helyén álló Siófok látogat Dunaújvárosba. Az őszi mérkőzésen idegenben döntetlent játszottak egymással a felek. A balatonpartiak jó játékosokból álló erős csapatot alkotnak, éppen ezért a hazaiak nem vehetik félváról a találkozót. Tovább nehezíti a dunaújvárosiak dolgát, hogy korán sem biztos a bajnoki góllövő lista második helyén álló Gula Tanita szereplése. A mérkőzés vasárnap este 6 órakor kezdődik a dunaújvárosi sportcsarnokban. Vasárnap már gyakrabban szakadozik fel a felhőzet. Északon és nyugaton csak elszórtan, délen és keleten többfelé számíthatunk újabb esőre, záporra. Továbbra is erős marad a szél. Ennyi fért mai hírműsorunkba, kérem tekintsék meg fontosabb híreinket még egyszer, röviden. Bemutatkozott Dedecsik Ferenc. Éves polgárőr beszámoló. Országos foltvarró találkozó az MMK-ban. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!